néhány dologról szeretnék a közmeghallgatás előtt én is tájékoztatót adni. Nevezetesen arról, hogy hála Istennek elindultunk abba az irányba, hogy munkahelyteremtés is lesz Nagykőrösön. Az első ilyen lehetőség a Nagykőrösi Konzervgyár, KFT néven induló a korábbi Almalé telepen, az Örkényi út, József Attila út sarkán indul egy vállalkozás, mely befőtteket, dzsemeket fog előállítani a helyben Nagykőrös és környékén megtermelt gyümölcsökből. Prémium kategóriás termékeket fog előállítani, 2011-ben még a tereprendezés lesz nyáron. A régi épület, amelyben az orvosi rendelő volt, az lesz a szociális épülete, irodája. Ebben az évben ősszel kezdi meg a termelését 5-10 fővel, és jövőre pedig 20-30 fővel fog ez a konzervüzem dolgozni. Én remélem, hogy ez a kezdete annak, hogy a munkahelyteremtést is elindítjuk ebben a városban. A munkahelyekkel kapcsolatban még engedjék meg, hogy néhány dolgot mondjak. Ugye össze-vissza hírek jelennek meg arról, hogy a városban dolgoznak a csatornázásnál, és nagykőrösiek ebben nem vesznek részt. Jelenleg a tegnapi állás szerint Nagykőrösön 230 fő dolgozott a csatornázás kivitelezési munkálatainál, ebből 39 fő nagykőrösi, plusz a köva is végez munkát, ott még 7 fő, mint nagykőrösi dolgozik, tehát összesen 46-an dolgoznak. 20 brigád dolgozik összesen most jelenleg a kivitelezési munkálatok során, ebből 2, 4, 6 nagykőrösi érdekeltségű brigád. Tehát én mindenkit arra bíztatok, hogy mind akik brigádot tudnak szervezni, mind azokat, akik részt szeretnének venni ebben a munkában, azok jelentkezzenek a csatorna építésnél. Ez egy 20-22 hónapos feladat, tehát sok embernek munka lehetőséget tudna biztosítani. Ugyanígy a városközpont, azt külön nem kértem le, ott is dolgoznak majd nagykőrösi emberek. Tehát ezt a két dolgot szerettem volna bejelenteni. Nagyon nagy öröm, hogy mondjuk a konzervgyár, amelynek nagy hagyománya volt, annak is, ha csak egy kis részlege is indul újra, az mint egy lehetőség annak, hogy a többi telepén is beindulhasson, vagy a konzervgyártás, vagy más gyártása. Ez úgy szokott lenni, hogy egy valami megjelenik, vagy egy valaki elindítja a termelést. Reméljük, hogy jönnek utána a többiek, és egyre több munkahelyet sikerül majd ebben a ciklusban létesíteni, hiszen most ez a legnagyobb feladatunk. És ebben is tettünk már lépéseket. Ha kicsi is a lépés, de lépés. Ezt az információt különben Bálint Zoltán, a KFT ügyvezető igazgatója osztotta meg velem, és most ő kért fel arra, hogy tájékoztassam a körösi lakosságot, illetve a jelenlévőket, illetve a képviselő testületet. Azt is szeretném mondani, hogy tegnap lakossági fórum volt a strandon, szokatlanul nagy érdeklődéssel, hála Istennek, tehát nagyon sokan kim voltak, érdeklődtek, és én azt gondolom, hogy a város méretéhez képest valóban egy kis strand épül, reméljük, hogy örömére fog szolgálni valamennyi nagykőrösinek, előre láthatólag július környékén fog nyílni, tehát az engedélyek beszerzésétől fog függni, most már nem sok van hátra a kivitelezési munkálatokból. Külön szeretném fölhívni a figyelmet, a lakosság figyelmét is, hogy egészségnap lesz a városban május 7-én, tehát aki szeretne eljönni az egészségnapra, és tényleg azokat is szeretnénk, akiknek még most nincs problémájuk, hiszen erről szólna az egészségnap, hogy elvégeznék azokat a kontrollvizsgálatokat, amely az egészség megelőzését, megőrzését szolgálná, és nem akkor jelentkezünk már az orvosnál, amikor valamilyen problémával megjelenünk. Itt lehetőség nyílik az egészséges embereknek is a paramétereiknek a bemérésére. És végezetül szeretném megköszönni a nagykörösi polgároknak, illetve a Pest megye 16-os számú választókörzetében
akik a 2010-es választáson a voksokat rámadták, mert az a megtiszteltetésért, hogy részt vehettem az alaptörvény elfogadásában, elkészítésében, és számomra ez egy komoly, megtisztelő lehetőség, feladat, felemelő érzés volt, hogy az országnak új alaptörvénye, új alkotmánya van, amely valószínűleg hosszú időre meghatározza az emberek életét, biztonságát és biztonságot nyújt, amit eddig nem nyújtott az előző alkotmány a magyar állampolgároknak, illetve a magyar, a határon túl élő magyaroknak is. Tehát még egyszer köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítettek ebben, hogy én képviselhessem ezt a körzetet, Pest megye 16-os számú választókörzetét. A napirendi pontok tárgyalása előtt közmeghallgatást hirdettünk meg, és arra szeretném kérdezni, akinek közérdekű bejelenteni valója van, az jelentkezzen, és a mikrofonhoz közel állva mondja be nevét, címét, hogy ha itt nem tudunk rá válaszolni, írásban meg tudjuk adni a választ, és a mikrofonba közelhajolva mondja el az észrevételeit. Tessék parancsolni! Jó napot kívánok, Nyújtott Mária vagyok. Nyújtott Mária vagyok, Nagykörösön a Zöldfa utca 17-ben lakom. És tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, több kérdés megfogalmazódott bennem, ezeket szeretném feltenni. Sajnos Nagykörösön nincsenek munkahelyek, nem tudnak megélni az emberek. Sokan éheznek, fáznak, vannak, akik viszont dörzsölnek, mint ön is, hiszen az ön havi jövedelme annyi, mint az enyém több év alatt. Jó, most fölhozott egy munkahely lehetőséget, de várjuk ki a végét, hogy ebből egyáltalán lesz-e valami. Szeretném megkérdezni, hogy ezen kívül, amit mostan a polgármester úr felsorolt, mit tettek a munkahely teremtések érdekében? Miért adták el a postapalotát? Mennyiért és kinek, ugyanis én úgy tudom, hogy ez Nagykörös város tulajdona. A Köv a ZRT vezetője hogyan kaphat több százezer forintos jutalmat, mit tesz ő ezért? Tudomásom szerint a céget mi tartjuk el a közüzemi díjakból, és úgy gondolom, hogy a lakosok ezt a magas jutalmat nem javasolják. Miért akarnak még egy alpolgármestert választani, ami, ha jól tudom, közel 300 ezer forintjába kerülne az önkormányzatnak havonta, legalábbis tudomásom szerint. Hány vállalkozó adta vissza a működési engedélyét, és miért ilyen magasak a vállalkozók által fizetendő adók? Úgy tudom, hogy a környékben itt a legmagasabb. Ugye a vállalkozók visszaadják a működési engedélyt, ők is munkanélküli lesznek, és ők sem tudnak foglalkoztatni. Miért ilyen magasak ugye a közüzemi számlák? És a másik az, amit nem igazán tudok megérteni, hogy a főtér felújítása miért volt ennyire fontos, hiszen a munkahely, ezt a pénzt úgy gondolom, bár önök tudják, hogy munkahelyteremtés is lehetett volna fordítani. A város lakossága folyamatosan fogy. A fiatalok elmennek más városokba, más településekre, és mit tett a város vezetősége ennek megállítása érdekében. Aztán van még egy kis probléma, amit hát elég sok embertől hallottam, és sajnos ismerőseim is belekerültek ebbe a csapdába, ugye, hogy van ez a vízi közmű társulás, hogy hogyan jogosult az emberek alacsony jövedelmük letiltása, amikor a csatornázás csak most kezdődött el, és viszont úgy gondolom, hogy a boltba is csak akkor fizetünk, amikor már ugye megvásároltunk, és sajnos tudomásomra jutott olyan, hogy nagyon sok kis rokkant nyugdíjból levonták, a rokkant nyugdíjat, ahogy levonták, a gázszámlát, villanyt nem tudtak fizetni, és sokan ott maradtak gyerekkel, egy szobába, egész télen fagyoskodva. És ezt igazán nem tudom megérteni, hogy hogyan tehették ezt az emberekkel,
És itt az alkotmányról beszélt a polgármester úr. Én azért szeretném megkérdezni, hogy ugye van egy vagyonunk, a magyar vagyon, a föld és a víz. És erre szeretném, ezt szeretném megkérdezni, hogy a polgármester úr ezt megszavazta-e, a föld és a víz védelmét. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt Nyúltót Mária, hogy nincsenek munkahelyek Nagykőrösön, de ugye ön indult a Jobbik színeiben jelöltként, önkormányzati képviselő jelöltként. Csak azért akarom tisztázni, mert hogy információ hiányba tetszik szenvedni, és aki szeretne képviselő lenni, az már eleve szokott tájékozódni, és azok a kérdések, amik itt elhangzottak, azzal szerintem egy képviselőnek tisztába kellene lenni, és azért kérdezem, hogy akkor ön volt az, tehát akkor nem biztos, hogy tetszett ezzel tisztában lenni, de megpróbálok mindenre válaszolni. Nincsenek munkahelyek, valóban én is ezt látom, hogy nincsenek munkahelyek, ezzel maximálisan egyetértek. Nem tudtuk ki az országot kiragadni, az a 8 éves rombolás, ami történt ebben az országban, ez a következménye, most kezd az ország talpra állni, hogy mit tettünk. Mi tettünk annyit, hogy a vállalkozókat próbáljuk támogatni, hogyha a létszámot növeli. A mi kereteinknek megfelelően 150 ezer forintot kap egy évre a plusz létszámra, a következőben megint 150 ezer forintot kap, tehát ezt bevállaltuk, hogy az indításnál segítjük a vállalkozókat, és hogy ezen kívül folyamatosan és most is tárgyalásban vagyunk a Mercedes beszállítóival, remélhetőleg nem is lesz eredmény.